Köszöntöm tudományos magazinunk nézőit. Előre lehet jelezni az erdőtüzek veszélyét. Elméleti fizikusok is támogatják a méréseket a szuperlézer központban. A talajeróziót elősegítheti többek között a mélyszántás is. És az 1922-es aranybullát mégsem a nemesség kényszerítette ki. Ezek mai témáink. Az erdőtüzek előrejelzését és megfékezését segítheti elő az STE geográfusainak kutatása. A legveszélyeztetettebb területeket elsősorban műholdas képek segítségével határozzák meg. Ezt egészítik ki terepi megfigyelésekkel, és meghatározzák az esetleges tüzekhez vezető legrövidebb és leggyorsabb útvonalakat. A tűzveszélyt pontosan előrejelezni csak néhány napra lehet. Ezeket a prognózisokat a közelmúlt adatsorai alapján lehet elkészíteni. Milyen volt az idő az elmúlt hetekben, hónapokban? Ez az időjárás, vagy a klímaviszonyok mennyire mondjuk mutatnak egy hosszabb szárazságot, és ehhez mérten mondjuk maga a környezet, tehát főleg a vegetáció mi esetünkben milyen választ ad. És gyakorlatilag nagyon hosszú adatsorok alapján szeretnénk egy mondjuk átlagos állapothoz képest lévő eltérést vizsgálni. És az az eltérés azt mutatja az elmúlt hónapok alapján, hogy itt bizony komoly vízhiány van, ami a növényzetben egy komoly hatást vált ki, tehát kiszárad az erdő is akár, mert még az erdő is képes erre, hogy rövid időn belül szárad, akkor ez a száraz faanyag tartalom együtt a klimatikus viszonyokkal mennyire hajlamos lehet arra, hogy meggyullad. A vizsgálat Ásotthalom közigazgatási területét érinti. Itt jelentős erdőterületek vannak, főleg fenyvesek, nyarosok és akácosok. Azt mindenki tudja már, hogy ha aszály van, forróság, régóta nem esett eső, ez növeli a tüzek kialakulásának kockázatát. A tudomány azonban a műholdas távérzékelésekből finomabb adatokat is képes meghatározni. Nyilván fontos a klíma, fontos a növényzet, de fontos a talaj is. Egy erdőtűz nagyon fontos lehet például a szél. Bár a mi mintaterületünkön annyira nem, de fontos lehet a domborzat. És ezeket szeretnénk együtt vizsgálni. Együtt vizsgálni, és ezt a komplex folyamatot ezen adatok segítségével összetetten végig gondolni. Fontos, hogy az erdőtulajdonosok, a kezelők, az érintett önkormányzatok vagy a katasztrófavédelem megkapják ezeket az adatokat. A mi adataink azok mind térbeliek. Tehát ha egy gazdálkodó, akár egy erdőgazdálkodó, de lehet ez mondjuk egy katasztrófavédő szakember is, gyakorlatilag nagyon pontosan térben kapna tőlünk erre megoldást, hiszen erdőfolt, erdőrészlet szinten tudunk rámutatni területekre, mint lehetséges gócpontokra ezzel kapcsolatban. És ha a hétköznapi gyakorlatot nézzük, és van mondjuk egy tűzgyújtási tilalom, akkor jó lenne, hogyha ezt például a térben sokkal pontosabban, meg időben is lehatároltabban tudnánk megtenni. Tehát nem egész megyékre kiadni mindezt, hanem akár erdő részletekre vagy erdő tagokra megmondani, hogy vigyázat, most komolyabb a probléma, és akár foltszerűen, nyilván ezt a műholdképek felbontásához mérten javasolnánk, ez a mi esetünkben olyan 10x10 méter, 20x20 méteres területi egységeket jelent, legjobb esetben, de inkább nagyobb területi egységekben gondolkodunk, tehát erdőrészlet szinten, de az eddigieknél sokkal pontosabban lehetne térben ezt megmutatni, rámutatni pontokra. Az előrejelzések ellenére nem lehet kizárni a tűzeseteket. A pontos térképezés azonban az esetlegesen kialakuló tűzesetek elleni védekezést is hatékonyan tudja segíteni. A térképezés azt jelenteni, hogy nem csak ki tudjuk mutatni, hogy mondjuk mely erdőfoltok rendelkeznek magasabb tűzkockázattal, hanem például egy nagyon pontos térképezéssel ezeknek az elérhetőségét is támogatjuk, annak a hatékonyságát támogatjuk. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen egy navigációs hálózatelemzésről lehet szó. Ez megmondhatjuk, hogy adott foltok, hogy érhetők el leggyorsabban, esetleg melyik a legrövidebb út. Ezt nem csak távolságban, akár percben is meg lehet mondani, és gyakorlatilag ebben segítjük a
az elérhetőségét. És nyilván, hogyha egy erdőfolt például tartósabban magasabb kockázati értéket mutat, ez szerintem egy nagyon jó tervezési alap is lehet mondjuk az erdészeknek. Érdemes-e azt a fafajt ott továbbiakban is termelni, vagy esetleg érdemes lenne más fafajokat, fajtákat ott telepíteni. Nyáron a Bükkfenn-síkon Jávorkút közelében volt egy jelentősebb erdőtűz. Ezt is elemezték a kutatók. Gyakorlatilag nem csináltam más, csak a műholdképet megnéztem látható fényben, illetve infravörös sávokban is. Már az infravörös nagyon fontos nekünk, ugyanis abban a hullámhoz tartományokban, ugye a mi szemünk már nem dolgozik, tehát nem látjuk, a műholdkép látja, és a közeli infravörösben a vegetáció dússága nagyon jól értékelhető, a rövid infrában meg a nedvesség tartalma. Ásotthalom és környéke teljesen sík vidék, a talajhomok, ami azt jelenti, hogy még rossz időjárás sok csapadék esetén is jól járhatóak a földutak. De a modellt ki is lehet terjeszteni dombos, hegyes vidékre, ahol nagyobb a sár. A kiterjesztése itt az adatokon az szerintem nem múlik, tehát akár egy klimatikus adat, egy talajra vonatkozó térkép, egy műholdképes adat, ezek az egész országra egyre pontosabban, egyre jobban elérhetők az elmúlt évek alapján, évtizedek alapján. A térképezés az, ami lehet speciális, és időben szerintem nehezebben kivitelezhető, hiszen itt azért az előbb említett hálózatelemzési munkához elkerülhetetlen terepi munka, tehát nem oldhatjuk ezt meg csak távérzékelési adatokból, ami nyilván ember időigényes, és ez hát nagyobb területekre már nehezebb kivitelezni. Márpedig a hatékony védekezéshez fontos, hogy ne csak egy jelenleg elérhető országos útadatbázisból dolgozzunk, hiszen itt földutakról van szó, speciális leíró adatokat gyűjtünk hozzá, ami a tűzoltáshoz, egy tűzoltó autó mozgásához fontos. Amint egyre több és egyre pontosabb adat áll rendelkezésünkre, a rendszer egyre jobb támogatást tud nyújtani az erdőtüzek ellen. A Szegedi Szuperlézer Központban nem csak lézerfizikusok dolgoznak, és nem csak méréseket végeznek. Varró Sándor elméleti fizikus, aki papíron és fejben dolgozik. Az eliben zajló folyamatok elméleti hátterét kutatja. Varró Sándor elméleti fizikus. Szegeden szerezte diplomáját, most Budapesten a Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozik, de a Szegedi Szuperlézer Központban is vezető pozíciót tölt be. Elsősorban az alapvető fizikai folyamatokat vizsgálja, amelyek a jelenségek mélyén vannak. Itt a kihívás az az, hogy nagyon intenzív fénysugarakról van szó, és tehát ezeket pontosan figyelembe kell venni, exaktul mi úgy mondjuk, tehát nem lehet közelítő módszerek, tehát speciális módszerek kellenek, hogy egyáltalán leírjon az ember ilyen nagyon magas rendű folyamatot, mint a felharmonikus keltés, ami az attoszekundumnak az alapja. Úgyhogy másrészt, tehát ez különböző rendszerek vannak, amelyekben ilyeneket elő lehet állítani. Tehát itt gázokban állítják elő, de plazmában is elő lehet állítani. Tehát itt nagyon sok színű jelenségkör, aminek az alapvető folyamatai. Ő maga nem tervez kísérleteket egyes lézerekkel, de tesz javaslatokat, hogy mit is lehetne mérni. De a munka fordítva is működik. A kísérleti fizikusok, ha találkoznak olyannal, ami nem világos teljesen, interpretációban is segíthet az ember. Tehát ilyesmi a feladata. Ugye, de hát ez elsősorban egy felhasználó hely, tehát user facility, ahogy mondják, úgyhogy inkább a kísérleti fizikusok, akik a userekkel találkoznak természetesen. De hát kell egy háttér, ami, tehát ez nem olyan, hogy megveszek valamit, és bekapcsolom, és akkor megy, hanem itt tudni kell pontosan mindent. Ebben tudunk segíteni. A berendezések egy részét ugyanis itt állítják össze. A kísérletek is sokszor egyediek, ezért nincsenek még jól bevált sémák. Éppen most van egy, ami még nem valósult meg mérés, de például
az egy nagyon lényeges dolog, hogy a zaj hogyan befolyásolja az adott mérési eredményt. Tehát zaj az millió dologból lehet. Lehet mechanikus imperfekció, de lehet magának a fénynek a keletkezéséből is inherensen jöhet kvantum zaj. Például ezt tudni kell, hogy ez hogyan kvantifikálja az ember, hogy mik a jellemzői, egyáltalán hogy befolyásolja az egy adott folyamat mérését. Ugye, mert az nem mindegy. Itt ugye az nagyon fontos, hogy borzasztó nagy ismétlési frekvenciával jönnek a jelek, 100 kHz meg ilyenek, hát ezért szeretik ugye a felhasználók, mert ugye minél többször tudok mérni egy adott egységnyi idő alatt, annál kisebb a hiba, mert hát annál több mintát veszek. És hát itt ez lényeges például, hogy ez milyen pontossággal fluktuál a mért jel, és akkor mennyire megbízható. Az elméleti fizikusoknak sok javaslata volt, hogyan lehetne mérni a zajt, és hogyan lehet elkülöníteni a valódi mérési eredménytől. Ez Varró professzor egyik kedvenc területe, amely a csillagászatban is döntő probléma. Hogyha a csillagászatot említi, hát ott van az úgynevezett Humphrey, Brown és Twiss, ez 56-ban mértek először rádióhullám tartományban csillagoknak az átmérő, tehát látszólagos átmérőjét. Na mostan ott például nagyon érdekes, hogy az egy új módszer volt, ahol két nagy antennával mérték a bejövő rádiójelet, de úgy képzelj el, hogy ilyen vasúti kocsikon több kilométer átmérői kör mentén mozgatták ezeket az antennákat, és a bejövő jel korrelációjából a két antennába bejövő, tehát születő áram korrelációjából ki lehet számolni, hogy milyen a csillag átmérője. Na most ez azért jó példa, mert itt, ugye itt ennél a mérésnél a légköri turbulencia, meg a terjedési zajok, meg minden például teljesen ki van szűrve, kiesik. Mert az a jel, a korreláció már nem tartalmazza azokat az esetlegességeket, amin ez a hullám átjön. És ugyanez létezik optikai tartományban is, és különösen ilyen attoszekundum esetben, hát 10 a mínusz 18 szekundumról beszélek, hát ezt önöknek biztos már többször elmondták, de hogyha az atomot egy bor modellként, ugye egy keringő elektronnal reprezentálom, vagy képzelem el, hát akkor 152 attoszekundum egyetlen körbefordulási idő. A rendkívül rövid attoszekundumos impulzusok teszik lehetővé, hogy képet alkothassunk az atomokon belül végbe menő folyamatokról, vagy például a mágnesesség miben létéről. Koncepcionálisan még mindig nem tiszta, hogy tulajdonképpen ugye az attoszekundumos impulzus az egy nagyon magasan nem lineáris folyamatnak a végeredménye, tehát különböző úgynevezett felharmonikusokat kelt az ember fénnyel. Tehát, hogyha másodharmonikus keltek, hát az azt jelenti, hogy piros fénnyel rálövök lézerrel egy kristályra, és akkor zöld jön ki. Na most képzelje el ezt, hogy ez ezerszeres, tehát az már nem is látható bőven, ultraibolya tartományba megy harmonikusok, és akkor ezeknek az interferenciája adja a rövid impulzust. Na most az interferencia viszont azon múlik, hogy ezek egymáshoz képest mennyire stabilak, ezek a komponensek. És ez egy nagy kihívás ezt megérteni, és hát ha megértette az ember, akkor persze például ilyen korrelációs méréssel meg lehet mérni. Ha a gyenge fénnyel lövünk meg egy kristályt, az onnan kilépő másodlagos fény tulajdonságait könnyű kiszámolni. Az eliben használt hatalmas intenzitású sugaraknál viszont ezek a szabályok nem működnek. A pontos mérésekhez nagyon fontos a megbízhatóság és a stabilitás is.
Tehát, hogy tudom én, egy napig mondjuk azokat a paramétereket tudja biztosítani az ember, 8 óráig, hogy a fázisa stabil legyen, és így tovább, különben nem használható a precíz mérésekhez. A fény terjedésében vannak bizonytalansági tényezők. Nem világos, hogy tehát azt jó lenne tudni, hogy ez az inherens kvantum bizonytalanság, ez mennyire játszik szerepet az egyes komponensek összelepegésének, ami kulcseleme az attoszekundumnak. Aztán van egy olyan nagyon érdekes kérdés, hogy kvantummechanikai értelemben korreláltak-e a különböző komponensek, amikből összeáll. Az attoszekundumos lézerimpulzus, tehát az elméleti fizika számára egyformán jelent lehetőséget és új kihívást. A mély szántás rombolja a talaj természetes szerkezetét. Ez a felismerés a mezőgazdaságban még nem vált általánossá. Pedig egy szegedi kutatónő azt is bizonyította, hogy ha nem bolygatjuk a talaj természetes szerkezetét, ez az eróziót is csökkenti. Farsang Andreát eredményének elismeréseként idén a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai közé választotta. Farsang Andrea egy Fejér megyei faluból Pázmánról származik. Székesfehérváron érettségizett, Szegeden szerzett diplomát matematika, földrajz, számítás, technika szakos tanárként, majd a Gödöllői Egyetemen talajtani szakmérnöki oklevelet. Háromféle dolgot tanultam. Matematikát, földrajzot, meg számítást, szettikát. És a három közül azért választottam a földrajzot, mert ebbe találtam meg azt, amit szeretek. És ebben van matematika is, meg számítástechnika is, meg földrajz is. Tehát azért választottam ezt, mert a főnököm is ugye úgy találta, hogy nagyon hasznos, hogyha van egy matematika is mellette, a földrajz mellett. Akkor, amikor én ide kerültem, akkor mindenki matek földrajz szakos volt. Szakterülete a földrajzon belül a talajerózió, valamint a feltalajok tápanyag tartalmának változása. Azt mondja, a témaválasztást az élet hozta. Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor a területem az a talaj erózió volt, és meg főleg a pázmánti terület, ami a szülőfalum. Azon a területen kezdtem el dolgozni, abból is készítettem a doktorimat, meg a PhD-mat. És akkor abból a területből írtam aztán a nagy doktorimat is, tehát abból a területből jött ki az a eredmény, amit jóvá hagytak. A talaj szerkezetét és tulajdonságait vizsgálta, és ezt vetette össze az erózió mértékével. Alapvetően kimozdítja az elemeket a helyükről, és akkor lemossák a felületről, a feltűnről a talajt. És akkor ezzel együtt meg a nevésfémeket is. És akkor ez nagyon fontos, mert hogy nagyon érdekes, hogy melyik nehézfémet, miért, meg hogyan mossa ki. És akkor hova mossa ki? És akkor hogyan alakul a talajerózió. Ha kimondjuk, hogy erózió, alapvetően a hegy és domboldalakra gondolunk és a vízre. De vannak más módok is. Nem csak a víz, hanem a szél is elviszi. És az a defláció. És akkor annak is van egy nagyon fontos hatása. Az is ugyanúgy elviszi a különböző elemeket, mint a víz. És akkor azt is vizsgáltam, hogy hogyan viszi el a különböző elemeket a szél. És azt pedig célcsatornával. És akkor az egy nagyon érdekes dolog, mert egy hatalmas nagy célcsatornát viszünk ki a területre, és akkor az a célcsatornát, ez ilyen több méteres dologra kell gondolni, és akkor az maga a szélút, a 10 méter hosszú. És ahhoz tartalkozik egy turbina, és az hagyja a telet. Ez Magyarországon egyedülálló. Az erózió elviszi a talaj legtermékenyebb részét, ezáltal a termőképessége lecsökken. Ezt megállítani nem lehet,
csak lacsételi lehet. Mert ugye akkor, hogyha a szél fúj, akkor mindenképpen fújja a talajt, de az, hogy ez milyen az a talaj, az nagyon fontos. Mert hogyha az a talaj erodálódott már, vagy éppenséggel lepucsult a felszíne, akkor nem jó a természetessége. És akkor azért pucul le, és akkor azért is viszi tovább a célt például, vagy a víz. Ezzel az egyszerű talajmodellel jól lehet szemléltetni, hogyan is áramlik a víz a mélyben, a különböző kőzetfajtákban. Ezen a modellen fölül van egy homoktalaj, alatta pedig egy klavis réteg, és utána pedig az agyag réteg van. És utána megint egy homok, egy klavis, megint egy agyag réteg. És akkor ez szépen váltakozva megmutatja a talajvíz, hogy hogyan működik. Tehát hogy működik ki egy talajvíz forrás például. Tehát lemegy a víz, és akkor különböző helyeken ki akar jönni. Az erózió csökkentésére sok módszer ismert. Domboldalakon például a teraszos művelés, síkvidéken pedig a mezővédő erdősávok. A céderóziós védősávok, ezek nagyon fontosak. Mert ezek állítanák meg a szélerodíót, de sajnos Magyarországon ezek már nincsenek. Tehát ki van írva jó lesz. És akkor ez is egy nagyon nagy gond. A másik meg az, hogy nagyon jó lenne, hogyha lennének ezek az erdőcsávok. Nem tudom, Németországban nem tudom, hogy hány kilométereken keresztül kötelező, hogy legyen ilyen erdőcsáv. És akkor az jó lenne Magyarországon is ezt beveretni. A hegyoldali szőlőművelésnél is nagyon fontos lenne a teraszos művelés a talaj megvédése érdekében. Ezt azonban ritkán tartják be, mert így nehezebben lehet géppel művelni a parcellákat. Tokaj hely arán rengeteg a vízerózió. És azért ott a nagy, mert ott óriásiak azok a felszínek, amelyek lehetőség, és akkor leveszi a talajt a víz. A különböző nyomelemeket másként érinti az erózió. Ráadásul másképpen reagálnak a vízre és a szélre. És az jött ki, hogy mondjuk a cink, a déz, meg a kadmium, ezek nagyon mozognak. Itt meg a déz az különösen a víz által, az nagyon viszi a víz, és meg azért is, amikor trágyázzák, lomtrágyázzák, vagy éppenséggel műtrágyázzák a területet, és akkor meg elviszi a víz. A szántóföldi mezőgazdaságban is nagyon fontos volna, hogy megóvjuk a talaj szerkezetét. Az évenkénti mélyszántásról már a bebizonyosodott, hogy sokkal több kárt okoz, mint hasznot. Csernozomtalanok például, hogyha jó a szerkezetük, akkor egyből mindjárt jó a védettségük is az erózióval szembe. Megőrzi a szerkezete a talajnak a nedvességét, meg a humusztartalmát is megőrzi. Akkor jobb lesz a talajnak, mindenen jobb lesz. Ez a felismerés a magyar mezőgazdaságban még csak korlátozottan terjedt el, ám a felsőoktatásban már uralkodóvá vált. A magyar nemesség jogait és kötelezettségeit rögzítő oklevél az Aranybulla. Második András királyunk adta ki 1222-ben. Sokáig úgy tekintettek rá, mint a királyi hatalom gyengeségének jelére és a magyar alkotmányosság kezdetére. András munkáját fia, IV. Béla folytatta. Zsoldos Attila történész azonban a korabeli oklevelek tanulmányozása során arra jutott, hogy ez nem így van. A történész professzor a Szegedi Akadémiai Bizottság vendége volt. Az Aranybullának a keletkezési dátuma is bizonytalan. Ennek alapvető oka, hogy II. Andrásnak ezt az oklevelét nem látták el keltezéssel. Hogy tudjuk, hogy valamikor tavasszal, április közepetáján adták ki. Ennek azért van jelentősége, mert akkor itt már van egy viszonyítási pontunk az Aranybulla megelőző, meg az Aranybullát követő események időrendjére vonatkozóan, ami azért mégiscsak egyfajta könnyebbséget jelent. A Zsoldos Attila koncepciójának szerintem az a nagy előnye, hogy ő valóban ismeri az Árpád-kor fönnmaradt 10 000 oklevelét, mert szálával elolvasta,
ő valóban látja azokat a személyi mozgásokat, miután megcsinálta a korszak archontológiáját, legalább, nem tudom, 15 ezer adat ott van egy kézben, ő tudja, hogy kik merre mozognak, mikor mozdulnak együtt, mikor vannak itt váltáspillanatok, és a régi koncepció az adatszerűségben ezt a alátámasztást, ennek a szövetnek a megszövését mindig elmulasztotta. Ez a király által kiadott oklevél a nemesség kötelezettségeit és jogait sorolja föl. Ennek alapján az aranybullát sokáig a magyar alkotmányosság kezdetének tekintették. Zsoldos Attila kutatásai ezt nem támasztják alá. Ez is azok közé a dokumentumok közé tartozik, amelyek saját korukban más szerepet töltöttek be, mint ahogy később értelmezték őket. Késő középkori kezdetek után a kora újkor eszmei áramlatai alakították ki ezt a képet, hogy az aranybulla az egyfajta az uralkodói hatalmat korlátozni képes garanciákat vezetett be a magyar jogéletbe. Ez a középkorban ez nem tapasztalható, nincs ilyen. Egyetlen késő középkori lázadó, aki a királyi hatalommal akár fegyveres kézzel is szembeszegül, nem keresi a maga tettének igazolását, mondjuk az aranybulla ellenállási záradékában, amit ugye leginkább szoktak ezzel megvádolni, vagy ilyen összefüggésbe helyezni, hogy az lenne ez egy ilyen alkotmányos garancia. Nem, ilyen nincsen a középkorban. Az újkorban viszont már kialakul ez a felfogás, és Bocskai és társai már a 17. században már az ellenállási záradékra hivatkozva kérik számon a maguk sérelmeit a bécsi udvaron, és aztán később is Rákóczi és még többen mások. A történettudomány hagyományos álláspontja szerint az aranybullát a nemesség erőszakolta ki, s az a király gyengeségének a jele. Nagyjából 150 év alatt fölépült egy tudásanyag az aranybulla köré, ami arról szólt, hogy a királyi újítások meggyengítették az országot, elkótyavetyélte azt a uralmi bázist erőforrásaiban, amit az apjától meg a Szent Istváni modell óta épített Árpád-kori királyságból a 13. század elején még fel lehetett mutatni, és ez az újító politika, aminek egy nagyon fontos jelensége a birtok adományozás intenzitásának a megnövelése, ez annyi ellentétet generált az országban, hogy sérelem sérelemre halmozódott, ez az ellenállás, ami képződött ennek révén, ez egy tömegmozgalmat váltott ki, az elégedetlenkedők tömegmozgalmát, és a király kénytelen volt sarokba szorult állapotban az aranybulla kiadásával próbálkozni a mozgalom lecsendesítésével, a egyes sérelmet szenvedett csoportok bajainak orvoslásával, és hát ilyen értelemben ez egy kikényszerített, az uralkodó által kényszerűen kibocsátott iratnak, dokumentumnak kezeli a történettudomány. Zsoldos Attila ezt nem tartja indokoltnak. Az aranybulla kiadását minden kétséget kizárólag megelőzte egy politikai válság, amely kényszerhelyzetbe hozta II. András, tehát ez idáig ez rendben van. Amit én megkérdőjelezek az, hogy a hagyományos elképzelés úgy véli, hogy az aranybulla a királlyal szembe helyezkedő előkelők és azok alkalmi szövetségeseinek a közös követeléseit foglalja írásba. Én ezt nem látom, ezeket a követeléseket az aranybullában. Látom ellenben a II. András 1222-ig folytatott reformpolitikájának a nyilvánvaló jelenlétét az aranybulla rendelkezéseiben, mégpedig nem eltiltó, hanem megerősítő formában. Ezért én úgy vélem, hogy az aranybulla az a válasz, amit II. András adott erre a politikai válsághelyzetre, abban a reményben, hogy egy ilyen a király és alattvalói kapcsolat rendszerét átfogóan rendező dokumentum, ez alkalmas lehet arra, hogy lecsitítsa a kedélyeket. Az aranybulla lényegében azt mutatja meg nekünk, hogy mi az, amit a király
hajlandó megadni annak érdekében, hogy a politikai viszály az elsimuljon. Újító királyi politika az egy koncepciózus elképzelés volt, az egy modernizációs, több összetevős modernizációs program volt, az ország nem volt legatyásodva, messze nem koptatta annyira az erőforrásokat, mint ahogy azt beállítják, nem volt valóságosan tömegmozgalom. Amúgy, ha belegondolunk, a 13. század elején egy ekkora nagy országban elégedetlen tömegek sérelmeinek artikulálását, az nem egy egyszerű történet, azt még most a 21. században se tudja ez a társadalom olyan sikeresen produkálni, tökéletesen más infrastruktúrális körülmények között. Tehát ez egy reális kérdőjel a történet mögött, hogy valóban lehetett akkora és oly mértékű tömegmozgalom, hogy a király sarokba lehetett vele szorítani. És hát újítás a Zsoldos Attila koncepciójába, hogy a királyi akarat, ami a modernizációs programjában új intézkedéseknek, új berendezkedésnek neveznek, ez elég erős volt ahhoz, hogy az aranybullán keresztül érvényesítse, vagy fenntartsa a reform elképzeléseit. Az is érdekes, hogy az oklevél elején egy sor egyházi méltóságot felsorolnak, akik jelen voltak a kiadáskor. Világi vezetőket azonban nem említ az oklevél. Második András egy olyan időpontban adta ki az aranybullát, véhetőleg április közepe táján, amikor már tisztában volt azzal, hogy menesztenie kell, és menesztette is a korábbi királyi tanácsának a tagjait, világi tagjait, a főbb méltóságviselőket, de még nem volt rávehető arra, hogy a vele szembe helyezkedő és Béla herceg, a későbbi IV. Béla király támogatását élvező előkelőket ekkor még nem volt hajlandó kinevezni ezekbe a méltóságokba, mert hogy ő, mint az előbb említettem, abban bízott, hogy az aranybulla kiadása önmagában elegendő lesz ennek a politikai viharnak az elcsendesítéséhez. Nem így volt. Ha a korábbi bárói garditúra nincs az aranybullában, annak magától értetően az az oka, hogy nekik semmi közük nincs annak a kiadásához. Ha az új, az aranybulla kiadásakor után a tisztségeikbe belépő nevezők, így ellenzéki főurak sem szerepelnek az aranybulla méltóság sorában, ennek az az oka, hogy nekik épp úgy semmi közük nincs annak kiadásához. Ezért mondom azt, hogy az aranybulla az II. András aranybullája. Önök a Kvantumot látták. A tudományosság friss híreivel legközelebb novemberben jelentkezünk. Ki ne hagyják. A Kvantum támogatója a Szegedért Alapítvány és a Szegedi Akadémiai Bizottság.